sajnos azt kell mondanom, hogy hazudtam nektek, mert mondtam, hogy különleges helyszínre jelentkezek ma. Sajnos ezt felülírták a főnökök. És igen, felülírták, mert azt hittük, hogy szabad lesz a délutánunk, de hát mi jövünk kedden, sokan nincsenek. Vagyunk igazából, a lakat az mindig itt van. Vagyunk 8-an a mezőnyök, 8-an a mezőnyök, plusz mi ketten. Jegyzünk most is, kapusok azok mindig vannak. Az SP sajnos kidőlt. Ketten maradt. Igen, még az itt láthatjuk el is. Szakmai stáb, úgyhogy a szakmai stáb különben kocsiban, úgyhogy majd később jelentkezek edzés végére. Jó! Lári Nacsi! Sziasztok! Vége lett az edzésnek. Ez egy kivételes edzés volt valaki számára. Itt van mellettem. Nagy Ádám számára, ezt a DNS is tudja tanúsítani. Jari! Ja! Kodari! Good! He was so in this high. So is good, guys! Úgy gondoltuk őt, hogy már tényleg már ne szívja itt a rossz levegőt nálunk. Megpróbáljuk eladni az Ádámot. Gyere, ne vi! Nem, most tényleg jól rúgott ezen az edzésen. Aktyuk is talál szemet, ugye egy edzés lehet az évbe. Egyszer volt Budán kutyavásár. Így igaz, azért egy kérdést feltennék a Leventének, hogy a háta hogy bírta, mert ugye állandóan a hálóba visszafelé ki kellett vennie neki a labdát, hogy nem viselte meg a hátizmokat ez a mozdulat. Figyeljetek, hál' Istennek, mi járunk kapusok konditerembe, és a hátizmok nálunk rendesen működnek, nem úgy, mint a mezőnyjátékosoknál. Úgyhogy mi dolgozunk, minket nem tud ilyenekkel meglepni, jó? Nagyon kamu vagy. Jó? Már meglepődnek a mezőnyek, mennyit vagyunk kondiba? Hát, gyúrunk a nyárra. Na, sziasztok, jövök még, de jegyetek meg, jövök még. Jövöl Attila! Hopp! Ja! Jó, Attila! Gyere! Bréko, bréko, jelentkezzen mindenki, véget ért a vacsora, itt vagyunk a Bödödaniék szobájába. Meg kellett harcolnom azért, hogy most itt tudjam nektek venni a videófelvételt, mert a bőhő az nem engedte. Itt szotyizunk, finom török szotyi. Török szotyi nagyon finom, de a kék az még finomabb. Nézzük megint a kézi meccset. Dénes az itt maradt. Kis narancsal, igen. A bőnek az itt vannak a nyomai. Kis kuka, az ide szotyizott. Megmutatnám azért a bőnek a termékenységét, mert azért, hogy milyen profi. Van egy ilyen kis írégető, mindig. Szereti ezt a zöld árpafüvet is. Ez így nagyon finom, ezt ajánlom mindenkinek. Kálciumpor, általában joghurttal szoktak keverni. C-vitamin, itt télire mindenképp. Trienen, ez egy ilyen sejteket erősíti, ez a ter. D3 vitamin, és még nincs vége. Ez nem tudom, hogy mi, őszinte leszek. Ez leperzsű tablettaszerű. Akkor van benne spirulina, alga. És van benne ilyen, hát nem tudom, meg ilyen New Balance reklám. Hát remélem, hogy azért ezek a termékek fizetnek, mert itt reklámozgatom, itt több millióan nézik ezt a blogot. Aztán azért ez jól fizet. Nézzünk ki, hogy nincs van itt a folyosón. Csak finoman. Ott megy a böhő. Ott menekül. Úgyhogy a lakat az megint itt van, ő igen, a folyósót ő uralja. Szóval a mai nap folyamán azért elfáradtunk kicsit, mert két edzés volt. Már akinek. A Nagy Ádám az jó napot fogott ki, le a kalappa előtte tényleg. De egyszerű is megérdemli. Holnap ismét két edzéssel térünk vissza. Ő dolgozik, nagyon nagy
fiziós ember. Itt van nekünk mindig kitéve, hogy miben kell menni a következő nap. Itt van egy ilyen program is, ez a holnapi programunk már, el tudjátok olvasni. Ezt a csapatmenedzserünk Edit rakja ki mindig, nagyon nagy munkát végező is, hogy a buszok odaérnek pontosan, és stb. Nézzetek meg, itt van egy ilyen, ezek a dolgok. Igen, itt a bőhő, ebből. Menj, hát igen. Igen, itt meg, itt is kézlabda megy, visszatértünk ismét, nagy szurkolás. Ide kell mindig jönnöm, mert itt van élet, gyerekek. Igen, itt van a gondolja. Viszlát, egy pillanatot szeretnék, kicsit, egy-két mondatot. Kíváncsi vagyok. Az az érdekes, hogy a kapusoknak van erre idejük és energiájuk. Minden este blokkoljanak. Ez elég érdekes. Nekünk annyi erőnk van, hogy lepihenjünk edzés után. Pihenjünk, várjuk a holnapi napot. Lehetünk hogy a kapusok lopják a napot. És ugye a mezőnyök mindig azt dolgoznak. Köszönöm szépen. A kapusok elméleti edzés van. Azért cáfolnék, de azért nézzétek meg itt a minden vitaminok, krémek, megmutattam ezt a szobát is, mert ez a... Itt van egy ilyen csillagvizsgáló, igen, amit láthatok, ezzel a géppel lehet vizsgálni az ilyen izomszerkezetet. Nagyon fontos, azért ott is vannak ilyen kis táskák. Porok, edzés utánra, nagyon jó porok vannak itt is. Még azért arra visszatérnék, hogy mi a wellness-t azt még nem láttuk, de a mezőnyök tudják, hogy... Viszlát urak, jó pihenést! Még a mezőnyök azok már voltak egy párszor, és majd hogyha lehet, hogy pénteken lemegyünk majd meccs után kapusok mi is wellness-ezni egy kicsit, de nem tudjuk, hogy merre van, úgyhogy majd a mezőnyöknek szólunk, hogy segítsenek minket körbevezetni ott. Holnap pedig különleges helyszínre jelentkezek, úgy néz ki, hogy tartsatok velem holnap is. Több millióan. Sziasztok!